Schmidt Pál Pali, egy kiváló közösségi ember, kiváló társasági ember, és ezt az emberek is érzékelni fogják. Rendkívül közvetlen ember, és ugyan egy nagyon magas méltóságról van szó, de azt gondolom, hogy az embereknek szüksége van emberközeli vezetőkre, saját magukra ismerjenek benne. Elfogult vagyok, mert a választom, Pesti Dekulti polgár, és hosszú évek óta támogat engem a képviselői mandátum elnyerésében. Én régen ismerem, régóta ismerem. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb mondani valója, amit ki is fejezett, és nagy sikert adott, emberközeli elnök lesz, jó elnök lesz. Emberközeli, amit el is mondott magáról, és én úgy vettem észre az elmúlt 20 évre visszatekintve, hogy az embereknek fontos, hogy elérhető legyen számukra a köztársasági elnök, tehát egy közvetlen valaki legyen, aki hamar megtalálja a hangot velük, és ő egy ilyen elnöke lesz Magyarországnak. Én nagyon jól ismerem a Palit, hiszen én is MOB tagja vagyok, és én is sportoltam. Azt gondolom, hogy egy olyan emberről van szó, aki az egész munkásságával Magyarországot szolgálta, ezzel a megbízatással sem tesz mást, egy kicsit más polcon fogja ezt tenni. Én kérem a Jóisten segítségét, hogy ez sikerüljön neki. Más polcon, mint Sólyom László? Nem, ugyanazon. Sólyom Lászlóban én nagyon tiszteltem a alkotmány iránti feltétlen elkötelezettségét, kiállását, ha jó volt ez neki, ha nem volt jó, ha hátrányosan befolyásolta a megítélését, ő akkor is nagyon szilárdan képviselte az alkotmányos alapelveket. Schmidt Pál az egy más típusú köztársasági elnök lesz. Ő valóban, ahogy elmondta, az emberek között fog tevékenykedni. Schmidt Pál nem jogtudósként fogja végezni a munkáját, tehát ilyenfajta jogfejlődést megalapozó lépésekre nem számítok. Nem akarom összehasonlítani sem Sólyom Lászlóval, sem másra. Minden elnöknek megvannak a kiváló adottságai, tehát anélkül, hogy bárkihez hasonlítanám, ő valóban egy népszerű elnöknek ígérkezik. Sólyom László jó elnök volt, de talán egy kicsit a saját szakmájának is a rabja volt, illetve egy bizonyos vonal mentén volt köztársasági elnök. Ahogy elmondta Schmidt Pál, ő egy sokkal sokrétűbb köztársasági elnök szeretne lenni, aki többféle területet felkíván ölelni. Számít-e a Fidesznek az, hogy ő a 80-as években szerepet vállalta a Grósz kormányban? Nem foglalkozunk vele, és azt hiszem, hogy Pali az elmúlt években, Schmidt Pál köztársasági elnök úr, elnökjelölt úr az elmúlt években bizonyította az elkötelezettségét, és azt gondolom, hogy képes lesz arra, hogy megtestesítse a nemzet egységét, és szerintem szocialista szavazók is kedvelni fogják. Nem politikai szerepet vállalt, félretések elkerülséget. Ő, mint legfelsőbb sportvezető, az akkori kormány szerkezetben miniszterhelyettesi beosztásban működött, de ez nem politikai szerepvállás, ez semmi köze nem volt, nyilvánvalóan nem volt tagja a pártnak sem. Schmidt Pál soha nem tartozott a régi világ vezető politikusai közé. Egy lazuló, széteső időszakban látott el egy szakfeladatot. Ezen az alapon akkor én nekem is hamut kell hinteni a fejemre, mert egyetemi docensként szolgáltam a Kádár rendszer boldogulását. Ez butaság.